Itt állunk a művelődési ház előtt, mégpedig azért, mert a Magyar Költészet napjának alkalmából az intézmény nem egy, hanem több rendezvénnyel is készül, és Kovács Edinához, a ház igazgatójához fordulok, hogy konkrétan mik is ezek. Egy egész héttel, költészet hetével készülünk erre a neves ünnepre. Minden korosztályt igyekszünk megszólítani ezen a héten. Egészen az óvodás korosztálytól a felnőttekig várunk különböző rendezvényekre mindenkit. Az óvodásokat, illetve az alsós korosztályt a versekhez, illetve a költészethez köthető drámajátékokkal, foglalkozásokkal fogjuk várni délelőttönként, játszva tanulni verset, játszva előadni. Ugye van egy csodálatos színpadunk, ami ez nagyon alkalmas rá, illetve természetesen a felnőtteket sem felejtjük el. Két nagyobb rendezvénnyel várjuk őket. Az egyik az április 10-én 6 órától a Bettika Quintet. Ők egy jazzzenét játszó, verseket feldolgozó együttes. Velük fog érkezni Horváth Kristóf, akit a Slam berkeiből színész Bobként ismerhetik az emberek. Kortárs költők verseit, leginkább Csukás Istvánra kihegyezve zenésítik meg. Másnap csütörtökön pedig egy másik akcióval várjuk, egy flashmob-szerű akcióval várjuk a nézőket. Ennek van egy kis előzménye, hívjuk szeretettel a különböző intézményeket, csoportokat, egyesületeket, hogy mondják el közösen együtt a kedvenc versüket, ezt vegyék föl mobiltelefonnal, és ezt egy moderátor segítségével majd csütörtök este megnézhetjük. Ha megszeretlek, kódoktatás nélkül bejöhetsz hozzám. Nagy csönd, néked is szólok. Ha fáradt vagy, egyetlen székemre leültetlek. Melegben lövethetsz nyakkendőt, gallért. Tehát hát ehhez kapcsolódik még egy akció, egy úgynevezett gerilla akció. Szeretnénk azt, hogy azok a városlakók is, akik mondjuk nem mernek eljönni még esetleg a művelődési házba, azok is találkozhassanak versekkel. Úgyhogy a város különböző pontjain majd lehet ezeket keresni, magyar költők verseivel lehet majd találkozni. És innen is biztatunk mindenkit, hogy vegyen részt a rendezvényeken, érdemes lesz.